A Rejtett Város című fotóalbumból Újvidék olyan szegleteit ismerhetjük meg, amelyre a rohanó világ miatt fel sem figyelnénk. A terem falaira felakasztva a fotóalbum néhány darabját tekinthették meg az érdeklődők. Ezek a fotók, melyek most ki vannak állítva, nem kiállításra készültek, hanem ezek, mondom, ilyen részletek a magából a könyvből. Remélem megállja helyét most ilyen szerepben is, mint kiállított mű, és lehet úgy tekinteni rá, mint egy komoly fotókiállításra. Tékis Tamás regényének főhőse Samu, a nagyon okos kisfiú, aki rengeteget tud a világról. Nagyon szeretné megválaszolni a különféle kérdéseket, leginkább a felnőttek világát igyekszik megérteni azon keresztül, ahogyan szüleit és tanárait elemzi. Hát a cél az volt igazából ezzel, hogy valamilyen szinten egy görbetükröt tartsak a felnőttek elé, megmutassam, hogy nagyjából hogyan láthatják őket a gyerekek, és hogy nagyon is jól tudnak a gyerekek is a sorok között olvasni, és igen-igen rájönni néha a felnőttek titkaira, legalábbis ami Samut illeti. Ez volt az alapgondolat. A fotóalbumot és a regényt is a Fórum Könyvkiadó Intézet adta ki.